Ami építkezés azt jelenti, hogy egy csomó régi elhagyatottakra látszott épületet, mert valahol egy picit azért attól függetlenül, hogy főváros volt, egy kicsit olyan hátrányt szenvedett mondjuk az üdülő területek, Széma vagy Szent Julián, tehát ami az Ötvöt útpartján lévő felkapott helyek által és az üdülők által felkapott területhez képest. Most viszont ugye ez a projekthez beindult, ezeket átalakítják, és ilyen nagyon helyes kis privát apartmanokat hoznak létre, ilyen butik hoteleket, 3-4 csillagos kiszolgálással, hihetetlen jó helyeken, tehát tényleg az ember 150 méterre van, mondjuk a legtöbb látni valamitól, egy ilyen régi klasszikus palotában, ami alapjában egy legalább 400 évvel ezelőtt épült, nagyon szép körülmények között, vannak olcsó kivitelő megoldások is, meg drágábbak, és ez most tomba bocsatolódik, úgyhogy egész biztos, hogy ezzel együtt mondjuk adott esetben, ha valaki össze szeretne, hogy egy valahelyi hétvégét kimegy, akkor biztos, hogy valamit fog találni. Attila? Az egyik kollégám minden évén Hungáriában Mártán költi a tárgyával a szabadság nagy történelem barátja, és azt mondja, hogy szerinte, és erősítést szeretnék tőle, mert ahogy ez igazán hív, hogy annak, hogy Görögország vagy Tunézia egy olyan desztináció volt a magyarok részében, ami tényleg elérhető árértékarány volt. Elmondása szerint 4000 forint per főtek részek a három csillagos hotelben. Ennyiért töltenek. Januárban. Januárban. De ő csak nem a fürdés miatt, hanem a történet. Hát januárban nem is. Jó, akkor nem jelenti a fürdés, hogy, hogy ez most akkor a kérdésem az, hogy információ szerint tényleg betegszik, most az utóbbi években az egyik legjobb desztinációnak mondható, állérték a lányba a térségében? A szezonok kívüli időszakban egészen biztosan nagyon versenyképesek az árai. Még a utazási költségeit is beleszámolva, mert mondjuk összehasonlítva az összes többi repülővel elérhető desztinációval. Tehát mondjuk nem azt mondom, hogy egy szlovákiai síhétvégét össze lehetne hasonlítani, mondjuk egy máltai repülős de sziget szempontjából szerintem abszolút. Ciprusnál én szerintem egészen biztos, hogy olcsóbb. Tunéziára nem mondanám. Tunézia azért az utóbbi időben eléggé rendesen veszített a turizmusából, és ennek az a következménye, hogy az ára is azért eléggé lejjebb kerültek. Márta egy drága desztináció volt, de az Európai Uniós, illetve főleg az euró bevezetése azért nagyon sokat fogott vissza az árakon. És ez tény is való, viszont azt is azért figyelembe kell venni, hogy 4 csillagos szálloda és 4 csillagos szálloda között azért elég jelentős különbség van. Ami igazán klasszikusan jó 4 csillagos, vagy inkább 5 csillagos szálloda, azért azoknak normálisabb az ára, de még mindig azt mondom, hogy valóban megfizethető kategória. És a szezonon kívül, tehát januárban ez az ára, amit említettél, ez abszolút reális. Tehát szezonon kívül érdemes. Egyrészt akkor nincs az a tömeg, másrészt zöldebb a sziget, az ugye elég hamar elmúlik. Harmadrészt kedvezőbbek az árak, és a hőmérséklet is. Tehát igazából maga Málta lényegi oldala az, hogy annyi látható van, annyi mindent érdemes csinálni. Ez mondjuk egy júliusi-augusztusi időszakban ezt azért úgy kell hozzá, hogy